Markáns anticiklon uralja az időjárást Közép- és Kelet-Európában, valamint a Mediterráneumban. Míg kontinensünk északi részén ciklonok fejlődnek, és nem is akármilyenek. Az észak-atlanti térség felett tartózkodó ciklon intenzíven mélyül, vagyis egyre alacsonyabb nyomás alakul ki a ciklon belsejében viszonylag rövid időn belül. Ez a nyomássüllyedés, ha meghaladja a 24 millibárt, 24 óra leforgása alatt egy nagyon intenzív, úgynevezett bombaciklont eredményez, és ezt a folyamatot nevezik bombogenezisnek. Ha pedig ekkora nyomáskülönbség alakul ki, akkor ott bizony szél is van. A ciklon által okozott legnagyobb széllökések a 150 km per órát is elérhetik. Egyelőre a bomba útja Izland és Grönland térségébe vezet, más szárazföldi területet ekkora széllökésekkel szerencsére nem nagyon fog érinteni. Eközben hazánkat a már említett anticiklon peremén holnap melegfront éri el. Pénteken pedig észak felől egy erős hidegfront kebelez be minket, de hogy ez visszahozza-e még a telet vagy farsangi szezon révén már sikerült elijeszteni, mindjárt kiderül. Az éjszaka második felétől egyre több fátyol felhő borítja majd be az eget, azonban említésre méltó csapadék nem várható. Reggelre elvétve köd is előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, az északi megyékben helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között várható. Holnap reggel többnyire még csak fátyol felhőket láthatunk. Majd északnyugat felől napközben tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, és késő délutánra már délen is beborul az ég. A délután második felétől észak felől egyre több felé elered az eső. A nyugati, északnyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Péntek reggel még erősen felhős vagy borult lesz az ég, ekkor még szorványosan lehet eső, zápor eső. Majd észak felől egyre inkább kiderül az ég, ám a középső ország részben csak este felé tűnik el a felhőzet, így addig ott még hózápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb. Az északi északkeleti szél több felé viharossá fokozódik. A hétvégén ismét anticiklon veszi át az irányítást, így a több órás napsütési és csapadékmentes időjé lesz a főszerep. Szombaton még előfordulhat egy-egy viharos lökés, ám vasárnap már mérsékelt lesz az északi szél. A legmagasabb hőmérséklet 3 és 5 fok körül alakulhat, azonban éjszaka még fagyokra lehet számítani.